Van félelme attól, hogy Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök, hogyha azok a számok, amiket a újságokban látunk közvéleménykutatási adatoknak nevezve, azok igazak? Egyáltalán nem félek. Nem hiszem, hogy bár először is a magyar nép az mindig a rosszat jósolja. Tehát tök mindegy, hogy most Medgyessy Péter, Gyurcsányon, attól ugyanúgy lehetett volna félni, és mondhattuk volna azt, hogy hát most mi következik itt. Miután nem óhajtok részt venni egyetlen egy mozgalomnak sem a Holdudvarában, az egyik része elkeserít mindannak, amit látni vélek, a másik része mulattat, és a harmadik része pedig aggodalommal tölt el. Ha Orbán Viktorról beszélünk, akkor az ő egyik legnagyobb konfliktusa a szélsőjobban lesz. Tehát hirtelen kiderült, hogy nem a gazdasági válság, nem az MSZP elszúrt 8 éve, vagy nem elszúrt 8 éve, tök mindegy. Tehát nem politikai ellenfeleivel kell neki viaskodni, és nem a célért, hanem azért, hogy Európában nehezet szóljanak ki bennünket. Ugyanis, hogyha a Jobbik ilyen módon az ő ideológiája teret nyer, akkor ebből az országból fejveszre menekül a tőke. Márpedig, hogyha a tőkét kivonják, akkor az Orbán nem tudja megvalósítani azt, amit tervez. Tehát akkor, hogyha jól értem a szavait, akkor ha a Jobbik túlnyeri magát a választáson, tehát egy valóban Európában is látszó eredményt ér el, akkor baj lehet? Árnyaljuk ezt is, mert nem tudjuk, hogy a Jobbik milyen, mint parlamenti pártfrakció. Tehát attól is tartanék, ha most nagyon prejudikálnánk, hogy ott mi fog történni. Mert ugye a kampányban nyilván az indulatokra és az érzelmekre hatnak, aztán jön a racionalitás, amikor dolgokat meg kell oldani, és a valóság ellent mondani látszik majd annak, amit előtte hirdettek. Tehát ez sem olyan biztos, de minden esetre azok a fenyegető mondatok és az a ideológia, amelyel átszínezte magát a Jobbik pártja Holdudvarában a Gárdával, az európai civilizált társadalmaknak nem tetszett. Attól félnek, attól tartanak, abban nem óhajtanak szerintem szorosabb kapcsolatot kiépíteni, és ez nem a Fidesznek rossz, és nem az MSZP-nek, és nem a Jobbiknak rossz, ez valamennyiünknek rossz. Ezt mindannyian szívjuk meg. Én szerintem, de én belőlem nem a politológus szól, nehogy esetleg tévedni. Én belőlem az állampolgár szól, és én elsősorban intellektuális kételjeimet hangoztatom, hogy nem hülyesége, hogyha mi nagyon bezárkózunk a saját rögeszményünkbe.